Ebben a mai videóban a mangán szerepéről, működéséről és alkalmazásáról lesz szó. Szeretettel köszöntök mindenkit! A mangán egy eszenciális nyomelem, ami azt jelenti, hogy nincs rá szükségünk nagy mennyiségben, viszont elengedhetetlen a szervezetünk egészséges működéséhez. A mangán jelentőségére a földbolygónk eddig ismert legszívósabb baktériummal mutat rá, ez a Deinococcus radiodurans, az egyik legjobban ellenálló organizmus a hidegnek, a vízhiánynak és a radioaktivitással szemben is. Képes akár 500 ezer radnak is ellenállni. Az ember 100 rados sugárzásnál már meghal. A rad ugye az elnyelt sugárdózisnak a mértékegysége. Nos, ez a Deinococcus radiodurans baktérium a külső negatív hatásokkal szemben, a benne keletkező szabad gyökök ellen, például ami ugye sugárzás hatására keletkezik, a mangán segítségével védekezik. A legtöbb mangán a mitokondriumokban van, a mitokondriumok a testünk legfőbb energiatermelő egységei, a sejteken belül találhatók, lényegében az erőművek a testünkben. Hasonlóan a többi nyomelemhez, a mangán is számos létfontosságú enzimnek az összetevője, így például az antioxidáns hatású mangán szuperoxid dizmutáznak az összetevője. Ugye ez egy antioxidáns enzim, amelynek egyik fontos feladata a mitokondriumokban lezajló energiatermelődési folyamatok során jelentkező oxidatív stressz ellen védeni a sejtet. Hiány alakulhat ki a mangánból, ha károsodott a májunk, például elzsírosodott máj esetén, ez a leggyakoribb oka a mangánhiánynak, illetve a gyenge gyomorsav miatt, vagy ha például protonpumpa gátlókat szedünk. Gátolják, mérséklik a mangán beépülését a teljes gabonákban lévő fitinsav, a teákban lévő tanninok, illetve az oxalátok is, és végül, ami talán nálunk még nem akkora probléma, de ki tudja, mit hoz a jövő, a glifozát, ami a GMO-s permetszereknek a legfőbb hatóanyaga. A glifozáttal permetezett takarmányt fogyasztó állat húsában alacsony lesz a mangán és más nyomelemeknek a szintje is, így ha ilyen állat húsát esszük, nagyon kevés mangánt viszünk be vele. A többi ásványanyag és nyomelem túlzott hosszú távú bevitele miatt, főként a sok vastól, a sok magnéziumtól és kálciumtól csökkenhet a mangán szintünk. Nagyon gyanakodhatunk alacsony mangán szintre, ha gyengék az izmaink, a csontjaink, az ízületeink, tehát könnyen, gyakran meghúzódnak, eltörnek, elszakadnak, fáj a bokánk, a válunk, gyenge az izomerő. Mangára szükség van a csontok, a porcok és a szalagok inaknak a kiegyensúlyozott működéséhez, erősségéhez, ezért ha mozgásszervi problémáink vannak, nagy eséllyel alacsony a mangán szintje is a szervezetünkben. Porckorong sérv esetén mindenképpen fontoljuk meg a nagyobb arányú dózisú bevitelét. Várandós édesanyánál a mangán hiány a születendő baba esetén csont, illetve porc gondokat okozhat. A kollagénnel, a C-vitaminnal és a cinkkel együtt elengedhetetlen a sebek regenerálódásához, azért ha nagyon lassan gyógyulnak a sebeink, gondoljunk az esetleges mangán hiányra is. A mangánnak főszerepe van az ammónia semlegesítésében a szervezetünkben. Az ammónia szintje a sok állati fehérjétől emelkedik meg, ezért ha sok fehérjét, sok húst fogyasztunk, fokozottan van szükségünk a mangára. Az agyban a glutamát glutaminná alakulásában is szerepet játszik a mangán, ezért ha alacsony a szintje, az alvási nehézségeket okoz, mert nem alakul át, tehát túl sok lesz a glutamát, belőle jönne létre a GABA is, melynek ugye nyugtató hatása van, tehát nem tudunk elaludni, nyugtalanak vagyunk, ha nagyon lecsökken a mangán szintünk. Hölgyeknél a PMS tünetei, a fájdalmak mértéke csökkenhet az elegendő mangán és a kálciumnak a jelenlétében. Önkéntelen ismétlődő testmozgások, tikkelések, grimaszok, irányíthatatlan hangadások, nyelv kinyújtása, ajkakkal való puffogtatás esetén is segíthet a mangán, mert az agyunknak azon része, amely ezekért a nem szokványos testi jelenségek felügyeletéért felelős, nagy mennyiségben használja a mangánt. A mangára nagy szükség van ketogén diéta alatt is, mivel a glükoneogenezishez az egyik legfontosabb nyomelem a mangán.
Ugye a glükoneogenezis során a testünk glükózt, tehát cukrot állít elő más anyagokból, például fehérjéből vagy zsírból. Ha fogyasztunk rendszeresen elegendő zöld színű zöldséget, tojást és tiszta húst, mely természete szerint tartott állattól származik, kicsi az esély, hogy hiány alakuljon ki belőle a szervezetünkben. A mangán a legkoncentráltabban a szegfűszegben található, de jó források a pekándió, a tökmag, az édesburgonya, az ananász, a kagyló és a tofu. A hosszú távon alacsony mangánszint elhízáshoz, inzulinrezisztenciához, bőr- és hajproblémákhoz, alacsony koleszterin szinthez, illetve csont- és idegrendszeri problémákhoz is vezethet. Köszönöm, hogy végignézted a videót. Ha szeretnéd, hogy más is megtudjon többet a mangánról, kedveld a videót, hozd meg másokkal is, feliratkozás után pedig kattints a feliratkozás melletti harangomra is, mert csak így fogsz kapni értesítőt a következő videókról. Nagyon jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled.